Sziasztok! Ebben a Shopaholic videóban azokat a termékeket szeretném nektek megmutatni, amiket az utóbbi hónapokban vásároltam. Biztos, hogy lesz már köztük olyan, ami ismerős a számotokra, esetleg kedvences videóból, mert hogy ebben az utóbbi pár hónapban tényleg sikerült így a nagyját melletesztelnem, ezért szerintem nagyjából minden terméknél tudok is egy ilyen rövid véleményt mondani már róla. Aki nem szereti az ilyen típusú videókat, az ne kínozza se magát, se engem, nyugodtan kapcsolja ki ezt a videót, viszont nektek, akik szeretitek az ilyen tartalmakat, jó szórakozást kívánok hozzá. Itt van először is egy olyan márka, ami nemrég került a piacra, méghozzá az egyik, nem is az egyik, hanem a kedvenc német youtuberemtől, Hatice Schmidttől. Ő ugye a férjével megalapította a Hatice Schmidt Labs márkát, és rögtön két személypuderrel nyitottak, ami elég nagy port kavart itt a youtuberek körében, sokan nagyon drágának találták ezeket a szemhéjpúdereket, hozzáteszem, hogy tényleg egy ilyen paletta, azt hiszem, hogy 54 euróba kerül, úgyhogy tényleg nem olcsó, illetve sokan kifogásolták a minőséget is, a színösszeállítást, stb. Stb. Amikor kikerült Hatice-nek az a videója, amiben bemutatta, hogy igen, nem is bemutatta, hanem csak elmondta, hogy igen, megszületett a Hatice Schmidt Labs, és hogy itt van a két első szemhéjpúder paletta, ami amúgy úgy tudom, hogy limitált, akkor biztos voltam benne, hogy én ezt szeretném megvenni, ezzel is szeretném őt támogatni, illetve nagyon kíváncsi voltam rá, hogy egy high-end sminkek berkeiben jártas szakértő, mondjuk így, milyen személypuder palettákat állít elő. Úgyhogy Holly Day a két paletta, ugye együtt is lehet őket használni és értelmezni, illetve külön-külön is. A Day paletta inkább egy nappalra való paletta, amit ilyen abszolút el tudok képzelni kezdők részére is. Szerintem amúgy tök jól néz ki kívülről is, és abszolút lehet látni, hogy vannak benne tényleg ilyen kezdőbarát, nappali, natúrabb sminkbarát színek is, viszont azért itt-ott lehet egy kicsit mókázni ezekkel is. A paletta minősége, a formula inkább olyan, amit fel kell építeni, nem annyira erősen pigmentált, viszont úgy tudom, hogy ez a koncepció állt maga a paletta mögött is. Aminek amúgy egy ilyen nappali sminkhez való palettával kapcsolatosan tényleg van is értelme. Nekem talán a zölddel és a kékkel szoktak egy kicsit problémáim lenni, azok egy kicsit foltosak, talán egy picit nehezebben eldolgozhatóak, viszont így is szerintem ez egy jó paletta alapjáraton. A Holly palettát mai fejjel már nem venném meg, viszont elmögött csak a színkombináció áll, így néz ki kívülről a paletta, és íme a színek belülről. Nagyon szép színek találhatóak benne, viszont van benne három darab kék is, ami mindegyik más, és lehet őket többféleképpen is használni, például topperként is, főleg ezt a két csillámosat. Csillámosabbat, jobban mondva. Viszont nem tudom, én annyira nem rajongok a kékért, természetesen ez egy nagyon-nagyon szép szín, a kedvenc színem, viszont szemfestékben annyira nem rajongok érte, hogy rögtön három is kéne, hogy legyen egy ilyen palettában, illetve én se a szürkét, se a lilát nem használom szinte sosem. Szóval ez a paletta nekem annyira nem érte meg, viszont nagyon-nagyon szép sminkeket lehet vele készíteni, nagyon különleges egy-két szemfestéknek a textúrája benne, például ez a piros, ez ilyen picit bőrszerű, tényleg nagyon-nagyon érdekes, és nem volt még ilyennel dolgom. Igen, el lehet vele játszadozni, de talán ezt nem venném újra, viszont nem bánom, hogy megvan, biztos, hogy nem adok rajta tovább. Van itt egy szemhéjpuder paletta Natasha Denona-tól is, amúgy szerintem észre fogjátok venni, hogy hát túlsúlyban vannak a szemhéjpuder paletták. A Sunrise palettát választottam így első körben Natasha Denona-tól magamnak. Elég sokat vaciláltam rajta, hogy megírja befektetni egy ilyen palettába. Ez még így, mivel kisebb paletta, olcsóbb maga 64 vagy 65 eurójával, viszont annyira tetszettek a színek, hogy úgy voltam vele, hogy oké, erre benevezek. Szerintem nekem többnyire ezek a sárgás, narancsos, pirosas árnyalatok jól szoktak állni. Amúgy, hogyha érdekelne titeket, hogy mivel készült a mostani sminkem, akkor ezzel a palettával. Egy nagyon pici sötét barnát vittem fel a mélyítővonalba egy másik palettából, amit majd mindjárt megmutatok, de amúgy ő van a főszerepben a mai sminkemben. És azt kell mondanom sajnos, hogy szerintem megírja a pénzét. Tudom, hogy
Natasha Denona a H&M-nek is a felső kategóriája, viszont nagyon jó minőségű szemhéj púderek, ezek, amiket én eddig próbáltam, és abszolút el tudom képzelni, hogy benevezek tőle egy másik palettára is majd. Van itt egy Too Faced arcra való mini paletta, hármas paletta, nem is tudom, hogy ennek mi a hivatalos neve. Ez egy Born This Way Turn Up The Light Highlighter paletta, amit én a Light színben vásároltam meg. Hát maga a csomagolás nekem annyira nem tetszik, kicsit olyan bumfordi, viszont ami benne van, az annál jobban. Itt van középen egy púder, amit én most így egész arcra használtam, szerintem ez egy ilyen finishing púder, nem tudom, hogy ezt magyarul hogy mondják így rendesen, illetve kettő darab highlighter itt a két szélén. Az egyik azt hiszem, hogy ez, ami tényleg ilyen nagyobb darabokat is tartalmaz, és tényleg csillámosabb, a másik pedig gyönyörű selyemfénnyel rendelkezik. Ezt a highlightert vittem fel most az arcomra, és igen, azt hiszem, hogy lehet látni. Én nagyon-nagyon szeretem a highlightereket, és amikor ezt a Sephora-ban megszfacsoltam, mondják ezt így, ez egy magyar szó, mindegy, akkor biztos voltam benne, hogy őt valamikor megveszem majd magamnak. Következő márka legyen a Charlotte Tilbury. Tőle egyetlen egy új termékem van most, az Airbrush Flawless Finish Puder, ami nekem a Fair árnyalatban van meg, és kedvencekben már láthattátok ezt a pudert. Viszont azóta egy picit csalódtam benne, mert azt hiszem, hogy most van a harmadik hónap eleje nagyjából, hogy használom, és már elértem a pennek az alját. Láttam én is nagyon sok videósnál, hogy gyorsan fogy ez a puder, viszont én mindig úgy voltam el, hogy persze azért, mert sokat használ belőle az illető. Én kevés pudert használok, mert nagyon szeretem, hogyha van egy szép fénye az arcbőrömnek, tudom, hogy az egyeseknek már túl sok, de nekem nagyon tetszik. És pudert én nem is mattításra használok, hanem sokkal inkább az alapozó és a korrektor fixálására. Úgyhogy úgy voltam, hogy nálam biztos, hogy sokáig kitart majd. Hát nem, ahogy látjátok, elértem az aljára, ami egy kicsit el is gondolkoztatott azon, hogy tényleg újra vegyem majd ezt a pudert, mert amúgy nagyon-nagyon szeretem, tényleg gyönyörűen néz ki az arcon, viszont ennyi pénzért, hát nem tudom, hogy minden harmadik, negyedik hónapban újra szeretném-e vásárolni. Rendeltem egy ajakrúst Lisa Eldridge-től, nekem ő mára az egyetlen olyan angol nyelvű youtuber, akit még szoktam nézni, akire még fel vagyok iratkozva. Amikor elkezdtem így elmerülni a YouTube videó világában, akkor az ilyen sminkes videói voltak a pixivulányok mellett azok, amiket mindig néztem, még akkor is, hogyha egy szót nem értettem belőle, hát mára sem tanultam meg angolul, viszont nagyon szeretem azt a megnyugtató hangját, azt a megnyugtató kisugárzását, ami számomra minden videóban átjön, és úgy voltam vele, hogy ennyire híres, sminkes, biztos, hogy jó sminktermékekkel rukkol elő. Szerintem tök szuperul néz ki amúgy a rúzs, és ez ilyen kis apró luxus, ami nem tudom, az én lelkemet mindig megsimogatja. Egy nagyon szép barnás nude színben rendeltem meg ezt a rúzst, és azt kell mondanom, hogy abszolút nem csalódtam benne. El tudom képzelni, hogy valamikor másik színekre is benevezek majd. Menjünk tovább a Lime Crime-mal. Méghozzá van itt egy palettám tőlük, ez ugye a Venus XL 2-es, amire már nem is emlékszem, hogy karácsonyra vagy névnapomra leptem meg vele saját magamat. Nagyon-nagyon megtetszettek ezek a színek, amiket ez a paletta tartalmaz. Ahogy látjátok, vannak benne ilyen kicsit rózsaszínesebb, kicsit bronzosabb, barnásabb, nudosabb színek. Szerintem tényleg gyönyörű. Használtam is már, és azt kell mondanom, hogy abszolút meg vagyok vele elégedve. Nem pipálja le a kedvenc mély pudermárkámat, ami az Anastasia Beverly Hills, viszont szerintem tényleg nagyon szép sminkeket lehet vele készíteni, és jó minőségű, és megérte, és nem bánom, hogy a gyűjteményemben van. És amúgy mennyire gyönyörű amúgy így kívülről. Tudom, hogy ez nem jelent semmit, de nekem nagyon-nagyon tetszik. Jó, Lime Crime-tól van még itt kettő darab termék. Az egyik egy ajakra való, Plushies, nem tudom, hogy kell kiejteni, ez nekem a Butterscotch árnyalatban van meg, és ősszel nagyon sokszor használtam, ez egy, mint az ajaktinta. Annyira nem színezi meg az ajkakat, viszont tényleg ilyen észrevehetetlen módon vonja be színnel az ajkakat.
nagyon-nagyon kényelmes viselet, tényleg szinte egyáltalán nem érzi az ember, hogy van rajta valami, mégis szép a szín, jó a tartósága, úgyhogy ezen is gondolkozok, hogy esetleg majd még egy pár árnyalatra benevezek ebből a termékcsaládból. És kedvenceknél már láthattátok ezt a Pushy Bro szemöldök rögzítő zselét, amit én átlátszóban rendeltem meg, azóta természetesen elszíneződött, viszont nagyon szeretem, mert tényleg kordában tartja a szemöldökömet. Oké, következő márka, hogyha már emlegettem, akkor legyen az Anastasia Beverly Hills. Tőlük megrendeltem a szemhéj alapozójukat is, amit hát így esmitnél láttam, és ő nagyon meg van vele elégedve. A szemhéj alapozó az a termék kategória, amiben én egy pár szor már azt hittem, hogy megtaláltam a tökéleteset, viszont utána, miután kipróbáltam valami mást is, visszatértem ahhoz a termékhez, amiről úgy gondoltam, hogy az az igazi számomra. Mindig szomorúan kellett konstatálnom, hogy valahogy mégsem az igazi. És keresem a tökéletes szemhéj alapozót, ezért gondoltam, hogy kipróbálom ezt is, mert hogy a márka szemhéjpúderei a kedvenceim, tök jó lenne, hogyha beválna a szemhéj alapozó is. Na, erről még pont nem tudok nektek túlságosan beszámolni, hogy tényleg bevált-e vagy sem. Mert hogy azt hiszem, hogy most vagyok vele másodjára kisminkálva, de valamikor biztos majd beszámolok róla. És van itt kettő darab szemhéjpuder paletta is a márkától. Az egyik a Jackie Aina, amit szerintem már mutattam nektek valamilyen videóban, de meg nem mondom már, hogy milyenben. Gyönyörűen néz ki kívülről is, illetve hát a beltartalma is nagyon-nagyon szép, nagyon tetszik, ezért rendeltem meg magamnak. Ugye én alapvetően annyira nem szeretem a lilákat, viszont ebben annyira gyönyörű lila van, hogy ez még nekem is tetszik. Emellett ugye van benne rózsaszín, ilyen barnásabb, bronzosabb szín, ez a piros is nagyon gyönyörű. És azt kell mondanom, hogy a Soft Glam a kedvencem az Anastasia Beverly Hills paletták közül, és ő pedig a második helyezett, mert tényleg nagyon-nagyon szeretem. Amúgy nem követem Jackie Aina-t, és a következő paletta Umbrezi, őt sem követem. Mégis, amikor megláttam a palettának a beltartalmát, akkor nem tudtam neki ellenállni, és megrendeltem ezt is. Az egyetlen dolog, ami idegesít ezzel kapcsolatosan, hogy két színnel többet tartalmaz a hagyományos Anastasia Beverly Hills palettákkal szemben, úgyhogy hosszabb. Emiatt nem illik annyira abban a sorban, ahol ezeket a palettákat tárolom, de ezzel valahogy megpróbálok megbirkózni. A színek nagyon-nagyon szépek, itt ugye lent vannak ilyen mattabb színek, amikkel tök jól lehet a mélyítő vonalban dolgozni, itt pedig vannak ilyen gyönyörű, metálos, selyemfényű színek. Igen, mit lehet erről mondani? Szerintem nagyon jó minőségű, úgyhogy abszolút nem bántam meg, hogy megvettem. A következő márka az legyen az It Cosmetics. Tőlük ugyanazt a terméket vettem újra háromszor. A CC krémjük szerintem a legnagyobb kedvencem, hogyha ilyen alapozószerűségről van szó. Kettőt már el is használtam azóta amúgy. Most a harmadikat használom, mindig a light színben vásárolom amúgy meg. Nagyon szeretem az állagát, a fedését, a textúráját, a finisét, mindent, a kiszerelését, én mindent nagyon szeretek benne. Tudom, hogy nem mindenkinek válik be, például a legjobb barátnőm is megvette magának, azt hiszem, hogy a matt változatot belőle is ő nagyon nem szerette. Én mégis mindenkinek jó szívvel ajánlom, tegyetek vele egy próbát, mert szerintem ez egy csoda termék. Az utóbbi két hétben nem ezt használom, hanem úgy voltam vele, hogy oké, akkor egy kicsit tesztelgetem így itthon az alapozóimat, mert hogy van egy pár alapozóm, amiket hát így a sarokba tettem egyszerűen azért, mert mindig ezt a CC-krémet használtam. Viszont biztos vagyok benne, hogy hamarosan újra rendelem, mert ebből mindig kell, hogy legyen egy tartalék itthon, annyira szeretem és annyira gyakran szoktam használni alapvetően. Oké, menjünk tovább a tártal. Méghozzá van itt egy híres neves szempíraspirálom tőlük, vízálló változatban, ez a lila szempíraspirál, amit amúgy már az elhasználva szatyorkámból hoztam vissza, mert hogy ezt a szempíraspirált már elhasználtam. Szerettem, abszolút meg voltam vele elégedve, azért nem vettem újra, mert most már van egy szempíraspirál, amit használok, már van egy, hogy mit szeretnék kipróbálni legközelebb, az már itt megvan. Illetve már a listámon is van kettő, hogy mit szeretnék még mindenképpen letesztelni, viszont hogyha ezek között nem találok ennél sokkal jobbat, akkor őt valamikor el tudom képzelni, hogy újra vásároljam magamnak, mert elégedett voltam vele.
Illetve van itt egy ilyen BB színezett primer, talán így tudom a leginkább jellemezni, ami annyira sok színt nem ad, talán egy picit kiegyenlíti az orrom körüli pirosságot. Én ugye erre a területre vettem, mert hogy ez egy pórus minimalizáló primer, ami ugye optikailag segít a pórusok méretét csökkenteni, és egy youtuber ajánlására vettem meg ezt a primert, úgy voltam, hogy oké, itt az orrom környékén tényleg egy kicsit problémásabb ez a terület, és reméltem, hogy ez majd megoldást nyújt erre a problémára. És valóban szeretem, nem minden alapozómmal működik jól, főleg most, ahogy ugye tesztelgetem a régebbi alapozóimat, észreveszem, hogy nem mindegyikkel barátkozik, viszont például az IT Cosmetics CC krémmel, amit szinte mindig használok, azzal tök jól működik együtt, úgyhogy ez is egy jó vétel volt. Van itt a Fenty Beauty-tól is 2 darab termék, méghozzá megvettem a szájfényét a márkának, a Fenty Glow árnyalatban. Szerintem, hogyha néztek így beauty youtubereket, akkor ezzel a szájfényel már biztos találkoztatok, mert mindenki áradozik róla, én is nagyon szeretem. Egy kicsit ragacsos, tényleg egy picit azért lehet érezni az ajkakon, hogy ott van, viszont ez segít a tartóságán. És ami nekem így a legnagyobb kedvencem ezzel a szájfényjel, az, hogy annyira ilyen lédúsnak, élettel telinek mutatja az ajkakat, hogy tényleg egyszerűen szép látvány. Úgyhogy őt ezért szeretem nagyon. És van itt egy highlighter a Fenty Beauty-tól, ami tegnap érkezett. Amúgy szinte mindent vagy a Douglas-tól, vagy a Sephora-tól rendeltem. A Lisa Aldridge ajakrúzs volt az, amit a hivatalos oldalról vásároltam meg, de amúgy az összes többi vagy Douglas, vagy Sephora szerzemény. És ezt a highlightert néztem ki magamnak legutóbb, amikor a Sephora üzletben voltam, akkor swatcholtam a Too Faced highlightert is, és úgy voltam vele, hogy oké, úgyis csak egy highlighterem van, amit használok a mindennapokban, és szerettem volna egy kicsit újítani, úgyhogy megvettem ezt is, és a Too Faced is, mind a kettőt ugye egyszerre kaptam meg tegnap, őt még nem próbáltam arcon, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan ki fogom próbálni. Jó. Van itt 3 darab termék az Honest Beauty márkától is. Ez ugye azt hiszem, hogy Jessica Alba márkája, de ne harapjátok le a fejem, hogyha nem jól mondtam. És ezt is egy youtuber hatására vásároltam meg, jobban mondva ettől a márkától is egy youtuber hatására próbáltam ki egy pár darab terméket. Itt van például a szempilla spirál, amit most használok aktuálisan. És azt kell mondanom, hogy az első hétben, amikor elkezdtem használni, akkor nem szerettem, mert túlságosan folyékony volt, mégis nagyon összetapasztotta a szempilláimat, viszont most így a második hét végén, harmadik hét elején vagyok, és mostanra értem el azt az állapotot, amikor nagyon szeretem. Van itt egy ilyen fehér primer része, illetve egy teljesen hagyományos fekete szempillaspirál, és szerintem tényleg nagyon szép pillákat lehet vele elérni. Aztán egy folyékony ajakrúzs a márkától, várjatok, mindjárt mondom, hogy milyen árnyalatban, ez az Off Duty, ezt már többször viseltem videóban, és kérdeztétek is, hogy mi van rajtam, és nagyon-nagyon szeretem hordani, mert szerintem annyira gyönyörű szín, egy ilyen nagyon szép, barackos, korallos árnyalat, ami szerintem az én színeimhez abszolút jól áll, emellett szeretem a textúráját, szeretem a tartóságát, szeretem a komfortosságát, szeretem, hogy nem szelítje az ajkakat, szóval ez tényleg nagyon-nagyon megérte ez a folyékony anyakrúzs. És van itt még egy krémes pirosítóm is, az Honest Beauty-tól, ami hát egy gyönyörű korallos szín, a neve is Coral Peach, őt viszont még nem használtam annyiszor, hogy ilyen véleményt tudjak róla formázni, viszont mindenképpen be fogok majd róla valamilyen úton, módon számolni nektek. Elérkeztünk az utolsó márkához, ami pedig az Hourglass. Tőlük talán legelőször ezt mutatnám meg, ami a 2019-es karácsonyi kollekció egyik darabja volt, és ez egy 4 pirosítót tartalmazó kis paletta, aminek a csomagolása, habár gyönyörű, egyszerűen nagyon felszokott mérgelni, mert gyűjti az új lenyomatokat. Én nagyon szeretem az Hourglass arcra való termékeit, mert szerintem gyönyörűek, szerintem nagyon könnyen eldolgozhatóak, és hogyha nem szeretitek, hogyha egy pirosító, egy bronzosító apró kis mikrocsillámokat tartalmaz, és ezáltal tényleg fényes, akkor nem hiszem, hogy ez tetszeni fog nektek, mert minden pirosítójuk ilyen ebben a palettában is. Én pont ezt szeretem benne, szerintem egyszerűen gyönyörűen tud kinézni az orcákon,
És a 2018-as karácsonyi kollekcióból is van meg egy ilyen arcra való paletta, abban van bronzosító, púder és pirosító, és már akkor tudtam, hogy oké, szét fogok nézni a következő évben is, és most is tudom, hogy idén is meg fogom majd nézni a karácsonyi kollekciójukat, mert alapból nagyon szeretem a márkát. Van itt egy bronzosítóm is tőlük, amit egy youtuber hatására vásároltam meg, minő meglepetés, és egy pillanatra sem bántam meg. Ez amúgy a Nude Bronze Light árnyalat, és várjátok, kicsit porolt. Egyszerűen gyönyörű, nagyon-nagyon szép, kb. 2 másodperc eldolgozni, nagyon-nagyon könnyen és egyszerűen is gyorsan fel lehet vinni az orcákra. Nagyon szép természetes a hatása, nagyon-nagyon tartós, tényleg csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Szerintem ő már volt kedvences videóban, nem mennék rá megesküdni, de ha nem, akkor most mindenképpen megemlíteném, hogy óriási kedvencem. És az utolsó termék az pedig nem más, mint egy szempilla spirál az Hourglass-től. Őt még nem használtam, viszont őt szeretném majd az Honest Beauty után következőképpen tesztelni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit tud, mert erről is nagyon jókat láttam más youtubereknél, úgyhogy mindenképpen szerettem volna letesztelni. Azt hiszem, hogy mindent megmutattam. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha van bármilyen termékkel kapcsolatosan valamilyen tapasztalatotok, amit itt megmutattam nektek, akkor írjátok meg, akár pozitív, akár negatív, illetve azt is, hogyha valamire külön kíváncsiak vagytok, mert akkor arról majd igyekszem valamilyen videóban kicsit részletesebben beszámolni. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett és jól szórakoztatok, kívánok nektek további szép napot, legyetek jók és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!